Az én gyermekem otthon tanul. Első hallásra szokatlannak tűnhet ez a mondat, de ha egy kicsit utána járnánk annak, hogy pontosan mit is jelent, talán elismernénk, hogy nem is olyan elvetemült dolog ez. Míg külföldön ez a módszer egyre népszerűbb, itthon még mindig a hagyományos oktatási rendszerben gondolkodik a legtöbb szülő. Mit tesz lehetővé az otthon tanulás? Milyen előnyei és hátrányai vannak az iskolai oktatással szemben? Milyen többletet nyújt az iskola, amit egy szülő nem tud otthon biztosítani a gyerekének? Az oktatás határait feszegetjük, próbálkozásunkban ezúttal is két nagyszerű vendég lesz a partnerünk, ismerjük meg őket. Ferenc Gyöngyösi Gyöngyvér Noémi az otthontanulás lehetőségét szorgalmazza. A pedagógus végzettségű édesanya úgy látja, az iskolai rendszer helyett olyan alternatívát tud kínálni gyermekeinek, amelyen keresztül játékosan, élménydúsabban tudják felfedezni a körülöttük lévő világot. Ferenc Salamon Alpár, történelem tanár, a Csíkszeredai József Attila általános iskola igazgatója. Támogatja az alternatív oktatási módszereket, ám pedagógusként fontosnak tartja az iskola szerepét a diákok életében, leginkább azt a közösségi élményt, amelyet az intézmény tud nyújtani a tanulók számára. Gyöngyvér és Alpár, szeretettel köszöntünk benneteket a Zebrán, a gondolatok átjáróján. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást. És akkor talán vágjunk is bele, hiszen rengeteg izgalmas kérdésünk van, és kíváncsian várjuk a válaszaitokat. Gyöngyvér, neked két gyereked van. Hagyományos iskolában kezdtétek, menet közben azonban váltottatok. És ez ma pontosan azt jelenti, hogy te tanítod a gyerekeidet otthon. Miért döntöttetek így? Elárulod nekünk? Igen, pedagógusként lehetőségem volt arra, hogy a rendszernek az előnyeit, hátrányait és hiányosságait is meglássam, találkozzak velem, és már akkor megfogalmazódott bennem, hogy nem ez az út, amit mi talán szeretnénk járni. A nagyobbik kislányom az előkészítés, az első osztályt még a hagyományos oktatási rendszerben jártam, de mivel az volt a tapasztalat, hogy többnyire meglátásom szerint nagyon sok a teljesítménykényszeres, kudarckerülő gyermek, hogy a mennyiség, a minőségnek a róvására megy, ezért határoztunk úgy, hogy inkább otthon szeretnénk tanítani, ahol olyan oktatási módszereket alkalmazunk, ahol a gyermek tapasztalatáltal önfeledten boldogan tudja megszerezni azt, amit az iskolában egy kicsit talán másképpen. Mennyi idő alatt hoztátok meg egyébként ezt a döntést? Hát, ahogy tudomást szereztünk arról, hogy van lehetőségünk otthon oktatni, abban a pillanatban nem kellett sok, és együttműködve a férjemmel, a családdal. Tehát igazából az információ, ahogy utolért bennetek, úgy el is döntöttétek, hogy ez nektek jó lesz. Abban a pillanatban. Megéreztétek. Jó, majd rátérünk a részletekre is. Alpár, mit gondol elő egy iskola igazgató? Ez az iskola igazgató. Legalábbis a jó magam nevébe tudok én beszélni. Én nagyon támogatom az oktatási alternatívákat. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sok ideje létezik a közoktatásban a hagyományos oktatási formának egy monopól helyzete, amelyben az elmúlt 20-30, közel 30 esztendő, ha ne számítsuk a 89 előtti időszakot, bebizonyította azt, hogy kell, szükség van alternatívára. Én úgy gondolom, hogy ha van alternatíva, akkor mindig lesz egy fajta idézőjelbe tett versenyhelyzet, ami által egy közoktatási rendszer is tud fejlődni. Erre volt különböző elindulás, ami az én iskolámban is alternatív oktatási módszert bevezettünk. Ellenben én úgy gondolom, hogy ha nekünk egy olyan teljesítményű közoktatási rendszerünk lenne, amely igazából a szó valós értelmében gyermekközpontú tud lenni, szöröstől, bőröstől, mindenestől, ami létezhet benne, akkor meg vagyok én győződve arról, hogy ez a fajta alternatíva az otthon tanulás nem ebben a szükségszerűségi állapotban jelent volna meg, tegyük fel a Gyöngyék életébe, vagy úgy általában. Továbbra is azt gondolom, hogy kell legyen alternatíva, különböző lehetőségeket kell teremteni, elsősorban gyermekek, de a gyermekeken keresztül családok számára is. Ez az iskola igazgató ezt gondolja. A többiről meg vagyok győződve, hogy mindenki, ha a munkahelyről beszél, akkor azt mondja, hogy az iskolának is megvannak az előnyei és a hátrányai, ahogyan azt éppen Gyöngyi felsorolt előttünk, és mindkettőnek lehetőséget kell teremteni, hogy
szabadon válasszanak a szülők. Milyen alternatív oktatási módszerek vannak amúgy Romániában nálunk, amikre már történtek lépések? Tehát jelenlegi törvényben az alternatív oktatási formák közül felsorolva szó szerint a törvényben a Waldorf, a Step by Step, a Montessori, a Jena terv, a gyógypedagógiának, a kuratív pedagógiának a különböző alternatív formái vannak felsorolva, és van egy kiskapu a törvényben, amely azt mondja, hogy el lehet ismertetni más jóváhagyott, akkreditálható oktatási formákat is. Ez egy eléggé bonyolult procedúrán kell keresztül menjen, és én arra bátorítom mindazokat, akik ilyen oktatási formával foglalkoznak, mint az otthontanulás is, hogy nehezen járható utat, de járják végig, hogy ez legyen benne a törvényben, annak rendje és módja szerint, nagy Isten, támogatást is élvezhessen ez az oktatási forma az állam részéről, mert ha jól megegyezünk egymás között, ez a kötelessége lenne, nem? Meg amikor igény van rá, akkor valószínűleg létre is hoznak egy ilyent. Egyébként olyan szép, hogy a kiskapuk mindig ott vannak, és mindig a kiskapukból indítunk egy nagy kaput, az, hogy ez minden intézménynél általában. Hát, sajnos én úgy gondolom, hogy ahogyan a országunk társadalmában egy csomó témával nem vagyunk sose fölkészülve, hanem mindig nem előre látunk dolgokat, és az alapján próbálunk tenni valamit, hanem először valahol mutatkozik egy igény vagy egy szükséglet, és az alapján indul el majd egy jó vagy rossz, sikeres vagy kevésbé sikeres útvonalat megjáró kezdeményezés majd. Gyöngyvér, segíts nekünk egy kicsit elképzelni, hogy milyen is az otthontanulás folyamata, milyen tervek szerint működtök, ha egyáltalán vannak tervek, milyen tantárgyak, kicsit vezess be minket ebbe. Ugyanazokat a tantárgyakat, vagyis hogy mondjam, nem is tantárgyakat tanulunk, hanem azt az utat követjük, amit általában romániai iskolákban is, mi is tanulunk magyart, idegen nyelvet, matematikát, tehát a kötelező is környezet is, mert mindent, ami kötelező, mert én úgy gondolom, hogy egy általános műveltségre mindenképpen szükség van, csak másként tanuljuk egy kicsit. Mozaikos tankönyveket használunk, nem a romániai tankönyveket használjuk, nekünk nagyon bevált. És mi ez a mozaikos? Egy picit beszéljünk. Magyarországi tankönyvkiadónak a tankönyvei, és nagyon sokan az otthon oktatott gyerekek közül itt Erdélyben ezt a tankönyvet használják. Uh-huh. És nagyon szeretik az én gyerekeim, mert sok segédanyag tartozik hozzá. Internetes segédanyag, háromdimenziós anyag, kis filmecskék, kis játékok, ami által jobban fejlődnek, és olyan módszereket próbálunk alkalmazni, ami hozzájuk nagyon közel áll. Például én úgy tartom, hogy a szorzótáblát nem kell megtanulja a gyermek úgy, hogy egyszer egy az egy, mert az nem biztos, hogy olyan hatásos, mint hogyha egy játékos módszerrel megérti a lényegét, és azáltal sajátítja el a szorzótáblát egy kisgyermek. És a lényeg nálunk az, hogy minél több tapasztalatot szerezzenek a gyerekek, mert most már nem csak mi tanulunk otthon, hanem többen is így összefogtunk, és az a lényeg, hogy tapasztalat által fejlődjenek, amit nagyon szeretünk mi. Ami nekem nagy nehézség volt, hogy nem tudtam elfogadni, hogy az iskolában a gyermekek a környezetismeretet a négy fal között tanulják, meg a földrajzot, és nem jön neki, hogy meghallgassák, hogy csobog az a patak, vagy éppen, hogy kelepel a gólya, mert hogyha egyszer hallotta, akkor az biztos egy életre meg fogja jegyezni, hogy kelepel a gólya, de négy fal között erre nincs lehetősége a gyermeknek. Minél tágabb teret biztosítunk neki, annál jobban fejlődik is. Hogyha megtapasztal dolgokat, élményt szerez valamivel kapcsolatban, akkor azt egy életre meg fogja jegyezni a gyermek. De hogyha csak tanulnia kell, és csak tankönyvből lássa azokat a dolgokat, amik a nagy világban vannak, azok nem maradnak úgy meg, mint ahogy, amit ő megfogott, megérzett, megszagolt, bele volt vonva egy munkálatba, nagyon sokat jövünk, megyünk, hogy minél többet lássanak, fel tudják fedezni a környezetüket, és nem csak a környezetüket, hanem mindent. Nekik nagy élmény az is, hogy ide bekukkanthattak hozzátok, hogy láthatták, hogy mi történik itten. Tulajdonképpen ez a fajta tapasztalás még azt jelenti, hogy a gyerek még egy kicsit gyerek maradhat továbbra is, mert sokszor tapasztalom, hogy úgy
ezekkel a kötelező iskolai rendszerbe, belenevelésben úgy elfásulnak a dolgok, úgy kiöli a gyerekből a játékot. Igen, és el is fáradnak. Első osztályban az én kislányom is az igazság, hogy nagyon teljesítménykényszeres volt, pedig otthon nem követeltük meg, mit tőle, hogy első tanuló legyen, és ő nagyon akar teljesíteni. Képes volt még este 10 órakor is otthon tanulni. És ez honnan jött neki, vagy honnan? Nem tudom, hogy honnan jött. Ő akart bizonyítani, és nagyon ügyesen tanult mindent, de azt mondtuk, hogy nekünk ez nem kell, valahogy másként kell, hogy öröm legyen a tanulás, hogy azt ő megélje, hogy arra emlékezzen, mert én is a gyermekkoromból azokra a dolgokra emlékszem, amikor egy tanárral olyan dolgokat csináltunk, ami maradandó, fizikából írják a képleteket, tanulják, és nem csinálnak kísérleteket, csak nagyon keveset az iskolába, és a lényeges a kísérlet, az marad meg a gyerekeknek kémiából is, biológiából is. Megnézi, kimegy, megnézi azt a virágot, de bent az osztályterén bemutatják szára, gyökereten, nem olyan, mint amikor a természetbe kimegyünk. Ez mindenképp egy előnye ennek az alternatívának. Apár, te mit gondolsz ezekről a módszerekről? Például most akkor a szorzótábláról beszélve, hogy szerinted jobban meg lehet tanulni a szorzótáblát a hagyományos módszerrel, az iskolapadban ülve, vagy pedig így jobban megmarad? Jaj, de jó, hogy törtem szakos vagyok. Beszélhetünk, hogy én nemről is. Így van. A dátumok. Az én pedagógiai hitvallásom, mely én úgy gondolom, minden pedagógusnak kell legyen egy, azon belül egy tanintézményvezetőnek is kell legyen egyfajta víziója arról, hogy milyen iskolát szeretne annak a közösségnek, amelynek az oktatás elvére rá van bízva, és a tapasztalati tanulása alapszik. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sok szempontból pedagógus válogatja azt is, hogy a szorzótáblát ki, hogyan, milyen módszerrel tanítja meg. Én úgy gondolom, hogy azzal a módszerrel, amit elmondod Gyöngyi, azzal meg lehet tanítani egy gyereknek külön, de meg lehet tanítani 15 gyereknek is külön. Uh-huh. Nagyon sok szempontból a pedagógus hozzáállásáról szól, illetve arról is szól, hogy egy iskola milyen szervezeti kultúrát teremt meg, amelyben adott pedagógus mennyire tud Isten igazából motiválva is lenni, hogy úgy tanítson, amely a gyerekek érdekét szolgálja. Ha tananyagcentrikus rendszert teremtünk, vagy intézményközpontú tanintézményt működtetek én, mint tanintézményvezető, és egy teljesen hierarchikus rendszert építek fel, az minden áron a legszebb és a legengedékenyebb szakkönyvek szerint is egy intézményközpontú és nem gyermekközpontú intézményről van szó. Ez legtöbbször a pedagógus szükségletéből adódik. Hány biológia óra? Hányra van szüksége a pedagógusnak a katedrájához? Hány biológia óra? Hányszor akarom kivinni a gyereket erdeiskolába, hányszor akarom elvinni kirándulni, hányszor akarom vagy szeretném kivinni a hegybe, Somlyóra, virágot nézni, történelmi környezetbe, stb. Én úgy gondolom, hogy egy tanintézmény ugyanúgy, ahogyan az otthon tanulási forma is meg tudja teremteni, ha meg akarja, vagy olyan célokat tűz ki magának, ahol meg tudja ezt valósítani. Mert én arra is meg vagyok győződve, hogy nem mindenki tudja ugyanazt a teljesítményt hozni, amit esetleg Gyöngyi tud hozni otthon az otthon tanulásba. Tehát ez is teljesen felnőtt függő, következetességen alapul, hogy a gyerekem otthon is ki tudja-e mondjuk így kunyerálni idézőjelbe tőlem, hogy most anya ne tanuljunk, és akkor a következőbe se tanuljunk, és akkor majd következőbe se tanuljunk, mert amúgy ilyenek a gyerekek. Na, tehát bennük megvan az egész igen, kötöttebb formába, de meg lehet teremteni azokat a lehetőségeket, amelyeket, ha egy intézmény még a mostani szabályok között is meg akar. Úgyhogy teljesen, mondom, pedagógus függő, illetve szervezet függő. Ugyanakkor a teljes palettája a különböző módszereknek az iskolák rendelkezésére áll, az egy jó tankönyveket kivéve, amelyet persze most az itt említett tankönyvet, amelyet én is ismerek, és tőlem szakos tanárként kívülről-belülről tapasztaltam, hogy milyen, egyetértek, hogy jók, modellértékűek a romániai közoktatás számára, de manapság nekünk ez könnyebb egy kicsit, mert nem kell tankönyvet használni. Szuper. Gyöngyvér, ha már itt a tapasztalatokról beszéltünk, te mit tapasztalsz a gyerekeiden? Mennyire fejlődnek, mennyire haladnak, mondjuk, mint egy hagyományos iskolában, vagy esetleg mennyire sikerül nekik elsajátítani mondjuk a kötelező ismeretanyagokat, és itt most arra gondolok kötelező alatt, hogy egy érettségin tőle is ugyanazt számon fogják kérni, gondolom, mint egy másik diáktól.
az én gyerekeim ugyanazt megtanulják, mint az iskolában, ahogy már említettem másként. Kicsit lelkesebbek, mint amikor is, vagyis nagy lányomról tudok inkább beszélni, mert csak ő járt iskolába. Nem kicsit, sokkal lelkesebb, amióta otthon tanul, sokkal hamarabb el tudja sajátítani a tananyagot, mert sokkal pihentebb. Azért nem kellünk reggel 7 órakor, hanem általában 9 óráig ők pihennek, utána összeszedik magukat, elvégzik a kis feladataikat, és azt, amit más az iskolában megcsinál 5-6 óra alatt, azt mi 3-4 óra alatt megcsináljuk, és a délutánunk szabad, akkor olyan tevékenységeken tudnak részt venni, amiket még nagyon szeretnek ezek mellett. Úgyhogy vannak olyan gyerekek, például első osztályos gyerek a tavaly, vagy Hanga is így volt, hogy a másodikos tananyagot például egy fél év alatt ő elsajátította, amit a társai egy év alatt. És nem kényszerítette senki rá, hanem volt olyan, hogy ő leült matematikából, nagyon szereti a matematikát is, csak úgy 10-12 oldalt, mert nem akart felállni mellőle, mert érdekes volt, és azt csinálta. Tavaly volt egy elsős kisfiú, aki szintén egy fél év alatt mindent kitéve, betéve, írni, olvasni megtanult. Hát ugye most már hamarabb megismerkednek a gyerekek a betűk és a számuk világával, és azért valamennyire ismerik, de ez a kipihentség, hogy nem kell kötelezően megfeleljen, a nyugodtság, a béke, az a légkör lehet, ami otthon van biztosítva, lehet, hogy ez segíti őket, hogy nagyon jól haladjanak, és még sok olyan tapasztalatra tehetnek szert, ami például az iskolában nem kötelező, vagyis nincs a tananyagban benne. Amúgy mennyire tartjátok magatokat a tananyaghoz, vagy figyelemmel követitek, hogy az országon belül akkor most mi a tanterv, és akkor ahhoz igazodtok folyamatosan, vagy teljesen eltértek tőle? Magyarországi rendszert követjük a román oktatás kivételével, és nem térünk el, az első év volt nehéz, amíg én is magamból a pedagógust kineveltem. Most ez olyan, hogy tényleg azért ugye az ember megszok valamit, amíg osztályteremben van, vagy óvodai csoportban, és azt egy kicsit ki kellett neveljem, mert nagyon szigorúan vettem, úgy vettem, na most ez meg kell legyen, és ez is meg kell legyen. Hagyományosan te is. Hagyományosan, igen. Egyértelmű. Amíg a férjem azt nem mondta, hogy hát kicsim, ez így nem lesz jó. Ugyanaz van, mint az iskolában, hogy érdekesebben csináljuk, de végül is ugyanaz van, mint az iskolában, hogy leülünk és kötelezően írjuk meg mindent. És kellett egy jó év, amíg én is azért rájöttem, nagyon-nagyon sokat tanultam én a nagylányomtól. A mai napig mind a kettőjüktől nagyon sokat tanulok tőlük, és fejlődök nekik köszönhetően, hogy mit lehet másképp, mit lehet jobban, hogyan tudok rájuk figyelni, észre kell vegyem azt, hogy mi a jó nekik, hogyan jó nekik, melyik utat kell járjuk, mi érdekli őket, azért legyen benne az, ami kell, de valahogy mégis tegyük érdekesebbé, hogyha most neki nem a tankönyvből érdekes valami, akkor megkerüljük azt is valahonnan, máshonnan cserkészük be az ismeretet. Talán ez is egy másik előnye, hogy rá lehet személyesen figyelni. Igen. Tehát egy valakire, és akkor őt úgy segítem. Hát most nyilván ezt egy iskolában egyetlen egy tanár 30 gyerekkel. Nem tudja megcsinálni. Tehát nincs az az idő, ami rendelkezésre áll. És a sok papír munka mellett. Sok papír. Na most azt kérdezni meg, mert felmerült bennem, hogy, tehát, hogy meddig tudod segíteni, mondjuk matematikából, mert én... Tehát én már egy nyolcadikos nem biztos, hogy tudnék matematikából segíteni, hogy ott mi a lényeg. Én humán beállítottságú vagyok, az az igazság, de a férjem reál beállítottságú. Akkor és így egymást kiegészítjük. Uh-huh. És vannak segítségek, így, hogy megformálódott nálunk is egy közösség, akkor minden szülő tud segíteni. És vannak önkénteseink is, akik jönnek is azért, mert látják, hogy a gyermekek mennyire érdeklődőek, saját maguktól azt mondják, hogy jövünk, és szeretnénk ezekkel a gyermekekkel foglalkozni, mert igen, nagyon nyitottak, nagyon kíváncsiak, és másképp látják a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy tudom csinálni mellettük, főleg, hogy a nagylányom, ő nagyon érdeklőd, a kicsi is nagyon kíváncsi. A nagy ő egyedül leül, tanul, kérdez, kíváncsi, minden érdekli, és hogyha ezt a kíváncsiságot fent tudjuk tartani, tudjuk biztosítani azt, hogy van egy háttér ahonnan, hogyha én nem tudom, akkor keresünk valakit, aki fogja tudni, és mindig fog kerülni valaki, aki útba igazít. Ahogy mondod, akkor igen is. Alpára mondjuk maradva egy kicsit még a személyességnél, mennyire tudja az iskola a személyességet megőrizni, mennyire tud személy szerint odafigyelni egyes gyerekekre, és mennyire tudja például az ellenőrzést úgy végezni, hogy egyáltalán lássa az iskola, hogy mennyire megfelelően halad a gyerek előre, vagy nem. Mondjuk a kötelező ismeret.
anyagok terén is akár. Tehát ez a mai közoktatási rendszerben ez nagyon tehát a klasszikus formát ölti fel. Tehát ezt a fajta személyességet, amit itt 3-4 gyerekre, ugyancsak 3-4 szülő felváltva csoportosan vagy egyénileg meg tudják adni, ezt a közoktatási rendszerben ma egy iskola nem tudja megadni. Talán, főleg különösen olyan körülmények között, ahogyan itt említettétek, 30 gyerek egy osztályban, amit én irtózatosan soknak tartok, és soha nem törekedünk mi erre az én iskolámban, a nagy létszámra, még akkor sem, mikor bizonyos években túljelentkezés van. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, ezek azok a következtetések, ezek azok a tapasztalatok, amelyeket a mi közoktatási rendszerünknek, akármelyik közoktatási, felelős közoktatási rendszernek le kell tudjon vonni, és meg kell tudjon hallgatni. Ezt a fajta véleményt, ezt a fajta tapasztalatot meg kell tudni hallgatni. Mert a nagyon sok a világon elvégre nem az otthon tanulás az, ami hódít, hanem elsősorban az az oktatási forma, amely gyermekközpontú, és amely annyira gyermekközpontú, hogy már-már azt az egyéni figyelmet tudja biztosítani a gyereknek intézményi körülmények között, és olyan eredményeket tud elérni a szocializációs folyamatok tekintetében, állapotuk tekintetében is, amely teljesen egyéni fejlődési, vagy esetleg kis csoportos fejlődési szintre tudja hozni a közoktatást. Ezt meg lehet csinálni, ez azt jelenti. Meg lehet csinálni, nagyon sok teljesítményű, performánsnak nevezett közoktatási rendszer, nem csak a fint nevezzük, mert nagyon sok szempontból távol-keleti közoktatási rendszerek, vagy éppenséggel a kanadai közoktatási rendszer, a finn oktatási bizonyos államoknak, ott különbözőek Kanadában többek között, a finn oktatási rendszernek ezt a fajta teljesítményét már elérik, tudják, és azt az individualizációs lehetőséget tudják adni a gyerekek számára differenciáló módszerekkel is, amelyeket teljes mértékben ma Romániában, itt a stúdióban, a Gyöngyi által képviselt otthontanulás teszi meg. Ellenben azért hozzá szeretném ezt tenni, hogy nagyon fontos az is, hogy azért jó, hogyha bizonyos szempontból az otthontanulás valamilyen fajta jogi hátteret kap, nem csak a támogatottsága, nem csak az elismertsége tekintetében, hanem azért is, hogy ne kelljen már magyarországi rendszerekben dolgozni, ne kelljen már olyan kölcsönvet vagy kölcsönkért dolgokban tevékenykedni, vagy esetleg próbálkozni, hanem legyen megadva a lehetőség, nagy Isten, elmennie egy ilyen szülőnek, egy picit tanulni is ott, és ahol, és amennyit kell. Igen, tehát legyen alternatíva választani, hogy ezt akarom, vagy ezt. És eldönthetem. Gyöngyi, áruld el nekünk, hogy ütköztél-e eddig nehézségekbe etéren? Akadtak-e problémák? Ha igen, milyen szempontból? Vagy volt esetleg olyan pillanat, amikor elbizonytalanodtál? Úgy lehet, hogy ez mégsem volt jó döntés. Nem volt. De jó. Nem volt. Egyből. Egy pillanatig sem volt. Voltak olyan emberek, akik úgy kétkedve és érdekesen néztek minket, hogy biztos, hogy jó, amit akartok ti csinálni. De segítségünkre volt, hogy sok pedagógus volt kollégám, barátok, szüleink, mindenki támogatott ebben az elhatározásunkban. És csatlakoztak is. Hát. És csatlakoztak is azóta, 14-re gyarapodtunk, akikkel tartsuk a kapcsolatot, úgymond, és mindenki úgy érzi, hogy megtalálta a helyét egyre jobban. Egyébként mire 1-4, 5-8-asok, vagy mekkorák a gyerekek, így a 14, aki... Kicsi 3 évestől 12 éves korig 12 éves. Vannak, igen. De egymást is nagyon-nagyon segítik, nagyon figyelnek egymásra. Ez is nagyon jó ez a, hogy mondjam, ez a köz is a gyerekek között, hogy van óvodás is, iskolás is, egymásra figyelnek. A nagy megtanulja a kicsit kezelni, a kicsi felnéz a nagyra, és tanul a nagytól. Én még amit megfigyeltem, hogy a gyerekek a tudást egymásnak másképpen adják át, mint egy felnőtt, mert más a logikájuk. Jobban oda tudnak egymáshoz hajolni, figyelni, amíg mi felnőttek már elfelejtünk időközben gyerekek lenni, és másképp próbálunk magyarázni. A nagy kislányom olyan, hogy nagyon hamar, ha bekerül egy gyerek társaságban, akkor ő mindig kitalál valami játékot, és mennek is csinálják, nagyon, de nagyon jól elő tudja adni a dolgokat, nagyon jól meg tudja a társait tanítani arra, amit szeretne.
És megfigyeltem, hogy ez a gyerekeknek is sokkal közelebb áll a lelkükhöz, mint amikor egy felnőtt fentről kezeli őket, hogy, mert nagyon-nagyon sok pedagógus kollega van, aki lehajol, felemeli magához a gyereket, de van olyan eset is sajnos, amikor nem tudnak még olyan szinten közelíteni a gyermek lelkéhez, ahogy kell. Alpár bólogattál. Igen, hát itt van a nagy ellentéte, ez a nagy ellentmondás a közoktatási rendszernek, hogy mi van miért, vagy ki van kiért. Erre a kérdésre, hogyha önmagunk, és minden pedagógus a saját egyéni szintjénken erre választ keressen, és választ adjon saját magának, ami beépül elvégre egy szervezeti kultúrába, egy tanintézménybe, és nagy Isten, hogyha beépülne egy közoktatási rendszernek a filozófiájában is, akkor ez az egész történet egy olyan lehetőségekkel teli tárházzá tudna válni, amelyben a gyermek jól érzi magát. Függetlenül, hogy most kötetlenebb közösségben, otthon, 14-es csoportban, változó életkorú közösségben, vagy ugyanazon életkorú közösségben, osztályban vannak szervezve, vagy nem. Tehát itt erről van szó, és minden reformpedagógiának elvégre ez az alapja, hogy mennyire tud a pedagógus nem mint információforrás megjelenítődni, és nem mint, mondjam így, irányító, hanem mint segítő. Tehát itt ezek a nagy dilemmája a közoktatási rendszerünknek. Hát nem véletlen egyébként, bocsánat, egy gondolat erejéig, hogy azokra a tanárainkra emlékszünk, vagy legalábbis én azokra emlékszem, akik valóban lehajoltak hozzám, és emberileg is foglalkoztak velem, meg kicsit egy-két gondolattal, azon kívül, hogy a kötelező ismeretanyagot bizony le kellett adni, meg kellett tanulni. Én ezt a hozzáadott pedagógiai értéknek nevezem. Amúgy a szakirodalom is ennek nevezi, mert van egy ember, van egy pedagógus, aki bemegy, ismeri a tananyagot, előadja magát, és kijön. Tehát ez az alap. Minden, ami plusz, amikor hozom az élménypedagógiát, hozom a tapasztalati tanulásnak a különböző módszereit, a kíváncsiságorientált oktatási módszereket, stb., hogy nem beszéljek a nagy pedagógiákról, ezek azok, és hozom azt, ami bennem van. Mert mindenkiben van egy kicsivel más, amivel az illető több. Igen, az a hozzáadott pedagógiai érték, amitől más tud lenni, ezekre a tanárokra emlékszünk, gyermekfejjel nem tudtuk eldönteni, hogy ez volt az, amit ő pluszt hozott, csak úgy megmaradt. Abszolút. Bizony, viszont, hogy megvédjük a pedagógusokat is egy kicsit, az is nagyon fontos lenne, hogy rájuk is odafigyeljenek. Igen. Tehát, hogy ők is megkapják azt a lehetőséget, hogy bizony motiválva legyenek arra, hogy igen, most ne beszéljünk anyagiakról, meg satöbbiről, mert elmegyünk a témával, de hogy körbeérnek a dolgok bizony egy intézményen belül. Apár, egy megmérettetésen kiderülne egy diákról, hogy otthon tanuló, vagy pedig iskolában tanuló, és ha igen, akkor hogyan? Ez attól függ. Vannak ilyen típusú eredmények? Tudhatunk ilyenekről? Román szinten szerintem nincsenek még. Uh-huh. Legalábbis nekem nincsenek ismereteim nekem róla, tehát nem feltételezem azt, hogy nincsen valahol Romániában, nehogy Isten, többségi nyelvi környezetben egy ilyen, mert nem csak nálunk van ez az igyekezet. Én úgy gondolom, hogy ez attól függ, hogy majd előbb-utóbb valamilyen szinten a Gyöngyi gyerekei is érettségihez kerülnek, ott majd megmutatódik valami. De a magyarországi rendszerben ez az első alkalom, ott teljesen más a továbbtanulási útvonal. A romániai rendszerre beszélnénk, akkor itt az első átbillenő az a 8-os vizsga, hogyha itt végzi a középiskoláját, vagy hogyha megszakítják az otthontanulási folyamatot, amit nem hiszem, hogy a 8. után meg szeretnek szakítani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a 8. az ebben az esetben, akik a magyarországi közoktatási rendszeren keresztül próbálják ezt, vagy szeretnék ezt megcsinálni, az első az érettségi lesz. Ez attól függ, hogy az egész életpályáján, előkészítőtől 12. osztályig, ha azon tananyag szerint dolgoznak vele, ami őt elvégre erre is felkészíti, nem csak az életre, nem csak a készségeire, elvégre ez egy fontos dolog, mérföldkő lesz a gyereknek az életébe, hogy legyen meg egy érettségi diplomája, főleg, hogyha olyan képességű, akkor ott megmutatkozik majd, hogy ez itt mennyire sikeres. De attól eltekintve én úgy gondolom, hogy nagyon sok szempontból a teljesítményorientáltságot, legyen az tömegoktatás, általános iskolai oktatás, intézményoktatás vagy otthontanulás, arról a gyermekről kéne szóljon. Ha ez az oktatás sikeres, már megvan a sikere. Ha célirányos
kell legyen a továbbtanulás érdekében, akkor azt is kell szolgálja, és akkor az is meglátszik. Manapság még nincs, majd elválik, majd meglátjuk, hogy a nyolcadikos vizsgára, ami nagyon nehéz otthon tanulásban is felkészíteni. Igen. A gyereket. Hát várjuk az eredményeket. Gyöngyvér, ehhez képest milyen program szerint működtök? Tehát, hogy ugye itt nagyon szoros a program egy iskolában, tehát, hogy nagyon sok mindent el kell sajátítani. Említetted, hogy nem keltek 7 órakor, de mit jelent, hogy képzeljük el? Tehát azért megvannak, hogy 7-től 8-ig, 8-től 9-ig, 9-től 10-ig ezzel foglalkoztok, vagy teljesen más időben? Hogy egy nap csak ezzel a tantárgyal, másnap mással. Igen, általában megbeszéljük a nagy lányommal, hogy mit fogunk csinálni. Most, ma mihez lenne kedved, és akkor van olyan, hogy ő leül, és órákon keresztül valamivel foglalkozik, annyira belemerül. És akkor esetleg előkerül egy következő tantárgy, de mindig napi renden vagyunk. Ha egy nap csak egy-két dologgal foglalkozunk, akkor a másik egy-két dologgal foglalkozunk újfent, és akkor mindig utolérjük magunkat. Van, amivel sokkal előrébb vagyunk, mint a társai. Lemaradva nem igazán vagyunk semmivel se, de valahogy hamarabb megy. Nincsenek házi feladatok, amit csinálunk, az mindig nekik érdekes, mindig újdonság, a kicsivel is bármit tanulunk, felfedezünk. Gondolom minősítések sincsenek akkor. Évvégi ellenőrző, van-e ilyen? Vannak minősítve, de ők nem tudnak róla. Van egy ilyen, mi amerikai rendszerben vagyunk amúgy beiratkozva, és ott kell minősíteni a gyereket, de ahogy a férjem szokta mondani, hogy egy szülőnek rossz, hogyha felminősíti, esetleg leminősíti a gyermekét, hogy egy szülő azért kell lássa, hogy mire képes az a gyermek. És hogyha ha nem látja, akkor kérjen segítséget. Ez nagy felelősség egy szülőnek. Igen, hogy mondják meg, hogy na tényleg én jól látom. Segítséget kell akkor kérni abban az esetben, hogyha nem tudja a szülő eldönteni, hogy na most ez a gyermek képes erre, vagy nem képes. Igen. Nem könnyű egyébként. Nem könnyű, mert elfogultak a szülők. Igen, az biztos, minden szülő elfogult a saját gyerekével. Azt lássam, amit kell. Igen, ugyan... az nagyon fontos. És meghallgatni a külső embereknek is, akik körülöttünk vannak, meg idegeneknek is, bárkinek is, el kell fogadni másnak a véleményét is. Mert nem biztos, hogy az, aki benne van, úgy látja, hogy kell lássa. Uh-huh. De már milyen jó, hogy ketten vagytok, tehát apa, anya, és akkor mégiscsak össze tudja dugni a fejét, hogy ennyi vagy annyia a történet. És vannak, akik elmondják esetleg, hogy na, ezt látom, hogy ebben milyen ügyes, most nem tudok, azt nem tudom, mindenkinek ugye a visszajelzések általában nagyon jók a gyerekeim felé, de negatív kritikát is nagyon szívesen fogadok, vagy bármit, mert azzal csak építkezhetünk, tanulhatunk, fejlődhetünk abból. Ez a jó hozzáállás. Apár, manapság az egyik leggyakoribb visszatérő panasz talán a közoktatással szemben, hogy leterheli a gyereket. Mennyire van szerinted ez így? Mennyire sűrű a gyerekeknek a programja, és mennyire van szükség erre? És mennyire történt mondjuk előrelépés ezen a téren az elmúlt években? Én nem akarok csak panaszkodni a közoktatásra. Semmiképpen. Elvégre én, most hogy mondjam én, attól eltekintve, hogy én mondom, hogy az alternatívákat támogatom, és ezt egy támogatni való alternatívát tekintem, én nagyon iskolapárti vagyok, de nem azért, mert iskolaigazgató vagyok, és szeretek közösségben működni. Szeretem látni a gyermekeimet, hogy egy adott szerkezetű, összetételű közösségbe, intézményi közösségbe ők hogyan mozognak, hogyan bánnak el bizonyos dolgokkal. Éppen ezért én az ideális oktatási formát, azt egy kis iskolába látom, ahol mindenki ismer mindenkit, legtöbb tanár, ahol nincsen meg ez a nagyon hajrás dolog. Egy kicsit ugyanaz, amit Gyöngyi mondott, csak nem otthon tanulási formában, hanem mégiscsak egy oktatási formában, ahol évelején meg van mondva nekünk, akár egy közoktatási rendszer által, hogy 1758 óra egy tanévbe, de az, hogy osztom én be egy tanév alatt, vagy éppenséggel 2 év alatt, vagy 3 év alatt, ahogyan a performáns közoktatási rendszerekben működik, nem előre megadják évekre, hanem maga az iskola tantestületében bízva ott döntik el. Én egy ilyen iskolát látok, ami nem nagyobb, maximum 350 főnél, ami egy
teljesen átlátható. Én olyan iskolában vagyok igazgató, amely nagy iskola most a reformnak köszönhetően, de a múltban egy 350 fős kisiskola volt, amelyben én a 350 gyermeknek ismertem a nevét, ahol sziát köszönhettek a igazgató bácsinak bármikor. Tehát én egy ilyen nagyon iskolapárti vagyok. Ellenben úgy gondolom, hogy ez a reform, amit Romániában igyekeznek valahogyan nyélbeütni, másképp nem tudom, ez egy egyességek, meg kiegyezések és kompromisszumoknak a története, ez nem szolgálja a gyerekek érdekét a tananyag leterhelése tekintetében, amit kérdeztél. Úgy gondolom, az új keret tantervek sem szolgálják a gyerekek érdekét, még az iskoláit sem, mert nincsen mozgástered megszabni, hogy hány tercióra, egye, vagy ketté, vagy három, vagy négy, nagyon sokan még jobban beszorították a tanintézményeket. Én nem vagyok a nagyon liberális oktatási módszereknek sem a pártján, én a gyermekpártján látom a dolgot, és teljesen onnan kéne kiindulni. Nem egy alternatívát vagy a másikat választanám, hanem mindegyikből azt, amire szüksége van a gyereknek, és a tananyaggal is nagyjából így vagyok, hogy elvégre még mindig én nagyon sok szempontból információközpontú az új ötödikes tananyag is. Az új, mondjam így, 1/4-es tananyag is nagyon sok szempontból megmondja, hogy mit kell, miközben elvégre a gyermek kéne megmondja egy kicsit, hogy mire van szüksége. Éppen ezért itt kéne, itt látom én a nagy lehetőséget. Igen, még mindig leterhelő a gyerekeket a közoktatási rendszer, és szerintem még mindig nem azt adjuk nekik, amire valós értékekben számukra nekik szükségük lenne. Talán már nem is az információra van manapság annyira szükség, mint arra, inkább arra a tudásra, hogy hogyan szerezze meg az ember azt az információt. Természetesen a kritikus gondolkodás, az, hogy boldoguljon, az, hogy megismerjen információkat, megkeressen, rendszerezzen, értelmezzen, kritikusan viszonyuljon hozzá, stb. Tapasztaljon, teljesen más fele alakul már a nyugati, és nem mondjam, a dél-ázsiai közoktatási rendszereknek is a filozófiája, mint a nagyon információcentrikus dolog. De itt mentalitásbeli különbségek vannak, vagy mármint problémák vannak, míg ez megváltozik, sok idő eltelik. Szerencsére vannak azonban kiskapuk addig is, amelyek jól lehet lavírozni egy intézménynek. Szakemberek úgy tartják, hogy az otthon oktatás egyik hátránya, és beszéljünk akkor erről is, habár ti nagyon jól megoldottátok, hogy a gyerek a közösségi élményből bizony kiszakad, hogyha nincs arra odafigyelve. Na most említetted, hogy már páran vagytok, és hogy ezt nagyon jól megoldottátok, nekem úgy tűnik, de hogy beszéljünk erről, mert ez bizony lehetséges, hogy egy hátrány. Hát én visszaemlékszem azokra az élményeimre, amik iskolából leginkább megmaradtak, az mind órán kívüli tevékenységek voltak. Igen, ha valakivel találkozunk, és megismer minket, és meghallja, hogy a gyerekünk otthon oktatott, akkor az első kérdés az biztos az, hogy hogy szocializálódik a gyerek. Gondolom. Na, én erre azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon jól. Úgy gondolom, hogy úgy a gyerekek, mint a felnőttek, meg mindenki úgy tud helyesen szocializálódni, hogyha nem csak a saját korosztályával van egy terembe bezárva, hanem találkozik kicsi gyermekkel, megtanulja a kicsi gyermeket, megismeri, megtanulja a keze idős nénivel, idős bácsival, akit megtanul tisztelni vele egykorúakkal, fiatal felnőttekkel és mindenkivel, és akkor helyesen tud úgy gondolom szocializálódni a gyerek. Nekünk sem az volt a célunk, hogy most, hogy iskolából kivettük, hogy ne járjon közösségbe a gyermek. Én is nagyon szeretem a társaságot, nagyon szeretek közösségbe járni. Az iskolából nekem is csak ezek a jó huncutságok maradtak többnyire meg, viszont azt tudjuk biztosítani másként. Ezért hoztuk létre közösen ezt a közösségi teret, a KPGB-k közösségi teret, ahova otthon oktatott gyerekek járnak, és együtt tanulnak, és nem csak, én úgy gondolom, hogy nem csak az iskolába tudnak a gyerekek szocializálódni, nagyon-nagyon sok tevékenységre járnak a gyermekeim balettozni, a nagylányom kézilabdázik, kézilabdával pedig nagyon-nagyon sokat utaznak, ott egy nagyon jó kis társaság van, egy jó kis mag, akik összetartanak, akik tartsák egymással a kapcsolatot, a kicsinek is már megvannak a saját barátai, kézműves foglalkozásra járnak, hangszeren tanulnak, néptáncot tanulnak, népdalt, szóval olyan sok helyre járnak sokszor, hogy mások rákérdeznek, nektek erre van időtök? Hát van. és ezáltal nagyon-nagyon sok jó élményben van részük.
Nagyon sok jó élményben van részt. Tehát tudatosan egyébként arra igen, tudatosan sok megvan. Helyre elvisszük azért, hogy szerezzenek élményt maguknak, találkozzanak emberekkel, és nagyon nyitott gyermekek. Bárki, aki találkozik, kell egy olyan kicsinek kell két perc, nagyon hamar barátkoznak, mind a ketten nyitottak. Ezt tapasztalhattuk is egyébként. Kíváncsiak, minden érdekli őket, minden apróság, akárhova elmenjünk, mindent meg akarnak ismerni, mindenről kérdeznek. Nagyon nyitottak a világra. Ez a legfontosabb talán. Albár, te mit gondolsz erről? Mit nyújt egy a gyerek számára az iskola közösség? Lehet ezt másképp pótolni? Lehet-e így megoldani? Tehát nem összehasonlítanám. Én azt mondom, hogy az egyik is és a másik is igyekszik közösségi élményt adni. Egyfajta lehetőségei vannak az otthonoktatásnak, egy másik fajta lehetőségei vannak az iskolai oktatásnak, ami nem feltétlenül az ellentéte az otthon oktatásénak, hanem megint visszatérnék az előző gondolatomra. Tehát pozitív közösségi élményt tud adni az iskola, ha annak olyan az ethosza, a maga, a szervezeti kultúrája, amelyben ugyanezekre az értékekre teszed a hangsúlyt, ahol arra neveled a gyerekeket kis előkészítőtől egészen 8-ig, hogy a kisebbeket felsegítsék az udvaron, hogy az idősebb tanárokat tiszteljék, hogy éppenséggel felálljanak, mikor bemegy a tanár, amely elvégre nem egy poroszos történet, hanem az a tiszteletnek a megnyilvánulása, amivel egyáltalán, tehát egy sor olyan dolog, amelyben kell akarjon egy adott közösség foglalkozni. És ne azt mondja, hogy nincs ideje, mert ugyanúgy az otthonoktatásban ezt a szocializációs élményt nagyon el lehet szúrni, vagy el lehetne hanyagolni. Ez is teljesen felnőtt függő. Ugyanúgy, hogy az iskolai környezetnek a megteremtése, a hangulatának a megteremtése, amelyben nem csak a tartalmak a fontosak, ezt sose felejtsük el, az iskolai környezetben maga a falak, az, hogy ez a színes háttér itt a hátamnál, vagy már vidámabb hangulatú vagyok, mert ez motivál, alappszichológia. El kell menni iskolákba. Én ezért szoktam legtöbbször azoknak, akik hozzánk jönnek, napközis középcsoportosok és nagyobb csoportosok, hogy tőlem tanácsot kérnek, hogy mit csináljunk. Mindig el szoktam, hogy vidd el a gyerekedet, és kérdezd meg tőle, hogy milyen érzése van, mikor bemegy az iskolába. Milyen érzésed van neked? Utána állj szóba a tanítóval. Milyen érzése van, mikor bement a tanítónak az osztályába? Mi volt az első benyomás, amikor a tanítónénivel találkozott? És a gyerek tudjon erről véleményt mondani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyban hozzájárul otthonoktatásban, általános iskolai, állami oktatásban, magániskola rendszerben is, az, hogy a felnőttek milyen környezetet teremtenek. A Gyöngyiék azon dolgoznak a férjével, egy olyan életmódra álltak rá, amelyben ilyen környezetet igyekeznek a gyerekeknek teremteni. Intézményi rendszerben is a felnőtteknek, akik ott dolgoznak, az kell legyenek a küldetésük, az elhivatottságuk, a szolgálatuk elvégre, hogy Lászlófi Pali bácsit idézzem, hogy olyan környezetet teremtsenek a gyereknek, amely egészséges, jó és gyermekközpontú, és mindenhol ez a szabály. Úgy gondolom, megint csak a felnőttek által megteremtett lehetőségek teszik sikeressé a hagyományost, az alternatív, vagy éppenséggel az otthontanulási oktatási formákat is. Ehhez még annyit hozzászólnék, hogy az otthonoktatás sem jó mindenkinek, mert ha valaki azért veszi ki a gyermekét, hogy otthon tartsa maga mellett, akkor nagyon rosszat csinált neki. Biztos. A világot ki kell nyitani a gyermekeknek. Vagy azért teszi be az iskolába, hogy éppenséggel idézőjelben megszabaduljon nélkül, hogy bárkit is megsértenénk. Tehát ez mindent a társadalmunk nagyon sok szempontból beszabályoz, hogy mennyire tudunk ebből a rohanó világból, a kötöttségeinkből kiszabadulni, a közoktatási rendszernek is a kötöttségeiből, meg a lehetetlenségeiből, apropó tankönyvek, meg mi egymás. Tehát ezekből a dolgokból az a közösség szervezett, vagy kevésbé szervezett, hivatalos, vagy kevésbé hivatalos formába, ha meg tudja teremteni ezt a hangulatot, meg akarja teremteni a hangulatot, kis reform tud végbe menni abba a tanintézménybe, abba a családba, vagy bárhol, és sikereidre tudnak halmozódni. És milyen fontos a kommunikáció, hogy említette. Tehát meg kell kérdezni egy gyereket, hogy érzi, és mindenki lerül. Igen. És olykor őket felejtjük ki ebből a történetből, ahol minden értük történik. Jelenthet-e problémát egyébként ez a későbbiekben? Most beszéltünk a közösségről, és konkrétan inkább arra gondolkodok, hogy ha nincs odafigyelve a beilleszkedés, a konfliktuskezelés, esetleg a pályaválasztás, mit gondoltok erről? Én azt gondolom, hogy amikor pedagógusként dolgoztam, nagyon sokszor megfigyeltem, hogy
ugyanazt a, azt szoktam mondani, hogy ugyanazt az egyenruhát akarják ráadni minden gyermekre, hogyha egy kicsit megfigyelnénk a tehetséggondozás, hogyha megfigyelnénk, hogy kinek mire van képessége, de ahogy Alpár is említett, 30-as létszámú osztályokban ez lehetetlen, vagyis igen, fizikai, főleg akinek családja van, amelyik pedagógusnak még családja is van, akármilyen lelkes, akárhogy oda teszi magát, lehetetlenség, hogy észrevegye egyenként a gyermekeken, igen, hogy ki mire képes. És hogyha erre oda tudnának figyelni, akkor az oktatásban is ez megoldható lenne. Viszont azt látom, hogy sokan még 12. osztályban sem tudták azt, hogy mik szeretnének lenni, hogy melyik utat járják. Nagy, sokszor határozatlanságot láttam a gyerekeknél. Nálam érdekes módon a pici egy éves kora, másfél éves kora óta, amit a beszélő, azt mondja, állatorvos lesz. És ő erre tudatosan készül. Nagyon-nagyon jó kapcsolatban van az állatokkal. A nagylányom azt mondja pedig, hogy ő híres kézilabdás lesz. És azután majd kézilabdázó. Úgyhogy elképzelésük nekik van. Mi támogatni szeretnénk őket, de hagyjuk, hogy ők érezzék meg, hogy mik szeretnének lenni. Mi tudjuk az útjukat egyengetni, segíteni őket, de nem szeretnénk semmit rájuk erőszakolni. Én nem szeretném megszabni, hogy te most szívsebész legyél, fiam, mert abból nagyon sok pénzed lesz, vagy nem tudom. Mi azt szeretném, hogy a saját útjukat járják, érezzék meg, megadjuk a lehetőséget, hogy megérezzék, hogy mik szeretnének lenni. És bizony látszik rajtuk, hogy igen, tudják, tudatosok, hogy mik szeretnének lenni, mi az, amit szeretnek csinálni, mi az, ami a szívükből jön. Én azt szoktam mondani, hogy minden gyermeknek megtanítják többnyire a deriválást, integrálást matematikába, hol fogja az életbe felhasználni. És főleg egy olyan gyermek, aki nem is matematikai beállítottság, ugye, holott annyi érdekes dolog van a világban, amit meg kéne tanuljanak. Elmennek, nem tudják, hogy hogy kell egy kérést megírni. Sokan megkérdezik, hogy mi az a személyszám. Sok gyerek nem tudja. Uh-huh. Hogy lényeges dolgok mellett megyünk el, és ami fontos, azt nem tanítjuk meg a gyermekeinknek. Igen, gyakorlati dolgok. Gyakorlati dolgok, igen. Nagyon sok gyerek, lánygyerek nem tudja, hogy kell vasalni, nem tudják, hogy kell főzni, mert nincs idő anyukának, anyuka is dolgozik, most már gyerekek is annyit vannak iskolában, mennyit a szülők munkában, ha sokszor nem többet, és hazamennek, tanulnak, meg ilyen foglalkozás délután, és olyan foglalkozás, nincs idő arra, hogy a lényeges dolgokat, amik az életben aztán a segítségére lesznek, azokat megtapasztalják, megtanulják. A régi mesterségek lassan ki is haltak el véget. Na hát itt rengeteg témáról lehetne még azt hiszem beszélni, csak nagyon-nagyon elrohant a műsoridőnk, úgyhogy egy záró kérdésként mind a kettőtöktől, hogy Gyöngyvér miért az otthoni oktatás, Apár miért az iskolai oktatás, illetve a kettő közötti átmenetről is lehet beszélni. Nagyon és mindezt röviden. Elég röviden összefoglalva, hiszen egy 40 percet mind beszélgettünk erről. Gyöngyvér. Nekünk azért otthon oktatás, mert ez a mi útunk, és szeretném, hogyha gyerekeimből egyéniség lenne, szabadon szárnyolhatnának, és amit csinálnak, azt örömmel végezzik. Örömmel tegyék a dolgukat, öröm legyen a tanulás számukra. Nekünk ez a legfontosabb, és hogy éljenek. Apár. Én közösségpárti vagyok nagyon, és én úgy gondolom, hogy meg kell nekünk, ha nem is adják meg a lehetőséget rendszer szinten, meg kell tudjuk próbálni legalább bebizonyítani azt, hogy igen, lehet bármilyen közoktatási rendszerben másként csinálni. Nem többet, nem teljesítményorientáltabbat, de másként csinálni. És én úgy gondolom, hogy minden reform, az a reform, a sikeres reform, amely nem felülről jön diktálva, hanem ami amrulról jön érezve. És én itt látom a nagy esélyét, hogy a pedagógus társadalom lássa meg ennek a lehetőségét. Köszönjük, hogy itt voltatok. És köszönjük. És mindent a gyerekekért. Várom máskor is titeket. Köszönjük szépen. Önöknek, kedves nézőink, köszönjük a figyelmüket. Tartsanak velünk jövő hétfőn is, ugyancsak este 8 órától itt, az Erdélyi Magyar Televízióban. A viszontlátásra.